Maronka Gábor felsőpakonyban készül a 101. magyar derbire, két lóval fut. Di Dominika Sviti megy először négyessel. Svitiről azt tudom elmondani, hogy tavaly télen került hozzám. Eleiben egy későmérő 3 évesnek gondoltam, de aztán, hogy elkezdte a szezonját, jobbnak tűnt, és másik futására úgy látta benne a fantáziát. Utána kipróbáltuk egy nemzetközi mezőnybe, Pozsonyba, mert ilyen már ott bizonyította, igazán egy olyan lótól kapott ki, aztán amelyik az RMS-t megverte a cseheknél is, ami Magyarország egy legjobb 3 évese volt jelenleg, és ott már nagyon örültem neki, mert ott már bíztam benne, hogy egyik derbi lovam lesz. Utána volt egy kicsi kisiklásunk, igazából nem is kisiklás, szerintem a súly elnyomta, de muszáj volt futnunk 2 hétre rá, mert hiányzott neki a pénzkeresete. És ezzel a futással így bejutottunk a derbibe, és az egyik nagy reménységem a 3 közül. Mennyire fogsz neki szerinted feküdni a 2400 méternek, ha esetleg gyors lesz a verseny? Szerintem minél hosszabb annál jobb, igazából a pedigree is nagyon hosszú távon. Úgyhogy igazából most nem azzal volt a gond utoljára vele ki a távbírással, hanem az, hogy a 61 kiló, ő meg egy nem óriás, nem annyira testes ló, szerintem azért nyomták is a súly, 58 kiló szerintem tökéletes lesz, mint ami a meccs vinni fog. A másik lovad meg a Racing Ray, róla mi a véleményed? A Racing Ray, kicsit elsiettük vele az alagi díjat, mert ott az első 3-4 között ment verseny közben, igazából megmondom, hogy túl gyors volt a verseny, nem számítottam, és nem mondtam a lovasnak, hogy ennyire gyors verseny, ezt picit próbáljam meg vele spórolni. Én továbbra is bízom benne a távbírásába, hogy egy tízes helyzet el tudsz jutni. Nem azt mondom, hogy küzdeni fog a nyerésért, de egy tízes helyezés ott lehet. A lovasokat mi alapján választottad? A lovasokat úgy választottam, hogy a Racingre lebeszéltem már évre. Ő is szívesen jött rá, és nem azt mondta, hogy a távbírásával lesz gond, amit én is láttam nála, hanem inkább azzal, hogy többet spóroljunk a verseny közben, és akkor ki fog jönni neki a végspeedje. Én erre számítok neki.